jók lesznek, talán lejátszom neki. Éjjel! Azon! Nem, azon másikor. Első óta ebbe az iskolába jársz, gondolom vannak élményeit, meséljél róluk és az osztálytársaidról is. Igen, első óta ide járok, de hogyha az élményeimet elkezdeném sorolni, akkor holnap reggelig is itt ülhetnénk, és még akkor sem érnék a végére. Én nagyon szerettem ide járni, annak ellenére, hogy amikor elsős voltam, akkor nagyon megrémültem, hogy mi lesz, mert ugye egy hétig nem mehettem haza, és én ezt nem szoktam meg. De aztán ez alatt a 8 év alatt bőven volt időm arra, hogy megszokjam ezt. Anna Mari, miért mentél oda? Gyere el onnan!
Gyertek el onnan! Hozd ide a bicskát! Keress egy olyan jót! Attila, te elsőskorodott ebbe az iskolába jársz. Hát a tanulmányi eredményed nem a legfényesebb. Szerinted a 8 év alatt melyik évben voltál a legjobb tanuló? Hát a 3. osztályban, mert Ilonka néni kordában tartott azért minket. Van egy halom. Hangosan. Van egy halom. Emeld fel a hangodat, az Isten áldjon meg! Szeretném
Azt az igazság, hogy ilyen nagy élményeim nem is maradtak meg. De például arra emlékszek, mikor Szoli bácsi első osztályba bejött, és fölvett mindenkit kamerára, és akkor nagyon izgultam, hogy én is benne lehessek. És akkor még nem gondoltam arra, hogy lesz ilyen, hogy mi videós szaktáborban járunk. Második, az a baj, hogy én nagyon lámpalázos vagyok, és emlékszem másodikban is, mikor volt a csapatnap, akkor ki kellett állnom és verset mondanom, és alig ment, mert előtte volt balhé. Hát különben jó, szívesebben emlékszek vissza a vörsös tagozatra. Képújságban olvashattátok azt a hirdetésünket, hogy keressük azokat, akiknek ma van a születésnapjuk, de erre senki sem jelentkezett. Így most azoknak kedveskedünk, akiknek ma van a névnapjuk, személy szerint Arturoknak és Vincének. A stáb ezzel az énekkel kedveskedik nekik. Édes rózsám szívem, kedves hallott vív az ének, gyengő hangból szól, amit te adtán szóljak félen. Jöjj ide, édes párom, notán kapja, ha egyszer szálljon, nagy szép így az élet. Jöjj ide, édes párom, notán kapja, ha egyszer szálljon, nagy szép így az élet. Szimbalmunk, de víg a fekete munka bőgő húrja. Nézd a másik kedvet, az egy szipka sikját húrja. Elnök párad a táncosságot, látom, hogy csak a szívből jár, az mindig újra meg újra. Elnök párad a táncosságot, látom, hogy csak a szívből jár, az mindig újra meg újra. Ezt a csoportot választottad. Miért pont a kamera? Hát azért, mert nekem tetszik is, mert ott minden lehet csinálni, és én szeretek a kamerával foglalkozni.
hívnak? Görgényi Réka. Honnan jöttél? Budapestről. Miért pont ezt a szartábot választottad? Nem tudom. Érdekel a rádiózat. Befejeztem. Köszönöm szépen a beszélgetést. Hátul! 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 Van meg légy szíves, hogy te ki vagy. Nem jó helyen vagy. Én vagyok a titkos ügynök. Titkos ügynök. Szép nagy jót látok el az újságban. Tényleg nagyon szeretek, 5. osztályban ismertem meg ezt a műfajt, tehát a színjátszást, és az első pillanattól fogva érdekel, de akkor még nem gondoltam arra, hogy esetleg ezzel foglalkozhatnék. De 6. és 7. rájöttem, meg persze most 8. hogy talán érdemes lenne ezzel foglalkoznom, ha lenne hozzá tehetségem. Hát ez majd kiderül. Tehát megpróbálkozom a főiskolával. Ha nem sikerül, akkor még azt szeretném, hogy legyen egy szakmám, tehát előtte elvégezem a középiskolát külkereskedelmi ügyintéző ágazaton. Nem mondta Zoli. És volt már olyan színdarab, amelyikben valamilyen járművel kellett menni, rollerrel, vagy biciklivel. Roller! Zenél és a betegségekkel kellene ügyintézni. És nem szeretem a színpadról. Nem, ott le is kellett jönni a színpadról. És ha mondjuk például kiesett volna a kerekek, hogy leesik volna a nézőkön. Akkor
farcsang örömére mutatunk egy kis vidámságot. Szóval nem a fizikailag sérült emberekkel, hanem a szellemileg nyomorék szerencsétlenekkel fogunk foglalkozni. Kezdjük a sort a klasszikus szakirodalom egyik gyöngyszemével. Gán elsővel együtt. Figyelem! Mondja mindenki csíz! Gyere itt a cipolatáska! Oda, harap meg a kezem! Miért harcolnak ezek?
mi ajánlatom. Ott van a disznó. Köszönöm, jönni ide, mert egy fél óránk van. Mi a feladatod? A gyerekek kéréseit köszönöm Feri bácsival, és Feri bácsival együtt megpróbáljuk megbeszélni, hogy mi lenne helyes, és mi nem. Második osztály óta jársz ebbe az iskolába. Hogy telt az elmúlt 7 év? Hát, több csoportnevelő kezén keresztül jutottam el a 8. osztályig. Mindegyik csoportnevelőmet nagyon szeretem, az osztálytársaim és egy pár kivételével nagyon jók voltak. Várod már a ballagást? Bizonyos értelemben igen, és meg nem is. Szeretnék együtt maradni az osztálytársaimmal, nem mindenkivel, de valakivel igen. És csak azért várom a ballagást, mert olyan szép. Márkin, már nem jó. De hát ott sincs olyan sötét az éjjel. Tényleg oda lesz kárni. Szeretettel köszöntünk minden kedves nézőnket első adásunkban. Először pályázatot hirdetünk. Akinek jó ötlete van arra, hogy mit nézőnek meg szívesen a gyerekek a tévében, az kedden délután jöjjön el 48-as terembe. Hát ne haragudjanak, de folyik a pisi. Ez ne zavarja a kedves nézőket. Most először a karácsonyi műsorról és a téli táborról látnak összeállítás. Most akkor ezt kibázik, és akkor még ezt mondom. Most, na jó, na. Várjuk, akkor megyek egy jó még ide. Nem ér, bűnös vagyok, legyó néven tőlem ezt a kicsi sajtot. Ez felségednek nagyobb szívvel adom. Adják te is balzát. Ó, én édes kicsi Jézusom, hát ti mivel kedveskedjek néked? Bálánkát, sajtot, de félket nem akadok, hanem egy szép szívecskát. Nézd a szép szívecskát. Maradjanak, áldás békességet kívánunk a közeljövő új évre.
Mi volt a legutóbbi foglalkozáson? A legutóbbi foglalkozáson első témánk volt egy pénzbeli ügy, hogy most az egyik osztálytársamnál 1000 forint volt, amikor ki akart cukorkát, meg ilyesmit menni vásárolni, és ilyesmire akart elkölteni 1000 forintot. És akkor jöttek osztálytársaim, hogy az IZB gyűlésen vessem föl azt, hogy lehessen bármennyi pénz nálunk szabadon, saját felelősségre, szóval ne kelljen csoportnevelőnek, osztályfőnöknek beállni. És ezen vitatkoztunk az IDB gyűlés első felében. És más kérdések nem merültek föl? De merültek például a farsanggal kapcsolatosan, hogy szóval a 6. osztály tette fel, ha jól emlékszem, hogy farsangon vagy ne, ha lehet, ne legyen tanítás, vagy pedig az utolsó ódákat, ha lehet, ne tartsuk meg. Hát Zoli bácsi szerint, a csapat vezetőnk szerint, ez nem teljesen valósulhat meg, legfeljebb úgy esetleg, hogy az utolsó órát nem tartsuk meg. És az igazgató mit volt ötten? Hogyha... Hát ő most ezen a gyűlésen nem volt, de csak a helyettese. De amikor ezt a témát felvetettük, akkor ő már nem volt. És ők most nem is tudják ezt a... amit kitaláltak, szóval amit megkérdeztek az 5. osztályosok. Hát szerintem Zoli bácsi biztos továbbította ezt a kérdést, és szerintem biztos tudnak már róla. Miben állapodtak meg a közösségi versennyel kapcsolatban a tanárok? Hát meg így a
többiek? Hát legutoljára a Szüli bácsival és Ildi néni az igazgatóját, és abban maradtunk, hogy legutoljára volt az, hogy úgy számoljuk a közösségi verseny, hogy intők és dicséretek szerint, és az győzök, hogy legtöbb dicséretem és legkevesebb intője. De viszont ez nem volt teljesen bevált, mert 8. most felvételinél nem jó az, hogyha mondjuk egy csomó intőt beírnak az ellenőrzőben, akkor az új iskolában már nem fogadják olyan szívesen. És ezért úgy lesz ezen túl, hogy minden osztályban lesz egy füzet, amiben beírják, hogy XY ebbe a hét, ezen a héten mondjuk kapott ennyi dicséretet, ennyi intőt. Igen, de viszont az ötödikesek kevesebben vannak, mint a nyolcadikosok, és ezért, hogyha a dicséretet így összeszámolják, és azt is egy füzetbe beírják, és a nyolcadikosoknak több van, akkor azt hogy lehet arányosítani? Szóval, hogy ők kevesebben vannak ki, meg többen, hát meg még, szóval a hatodikosok meg még többen. Hát ez úgy lesz megoldva, hogy a dicséretek száma el lesz osztva az osztály létszámával, és akkor kiszámítjuk, hogy egy főre mennyi dicséret jut, és az szerint lesz pontozva az egész. Így egyeztek meg a tanárok? Igen, így egyeztünk meg. És akkor ezen túl nem az ellenőrzőbe írják be az intőt meg a dicséretet, hanem egy külön füzetbe, és abból számolják, mert noma a felvételénél nem jó, úgyhogy sok intő benne van az ellenőrzőben. Mi volt az iskola tévéről az IDB-n? Az IDB gyűlésen erről az egész iskola tévéről az volt szó, hogy aki akar és szeretne itt az iskola tévében szerepelni, és van jó ötlete, azt meghallgatjuk, és ha esetleg ő maga akar szerepelni a kamerák előtt, akkor nyugodtan eljött, és elmondhatja, amit szeretne. Köszönöm a beszélgetést. Szívesen. Elhúztok a viszontlátásra. Éjjel jól is tudom. Most is dolgozunk. Éjjel, nem adjunk.
hogy mindenki ide jön. Nem lehet kényszerű. Tényleg? Thank you.
Io come la vi. Senti.
ők a százlábúak helyett a 40 lábúak. Zenkarra járt a Pidorszak táborba. Ott téged sokat láttalak, hogy másokat meginterjú voltál. Igen, hát most is csak jó lenne, hogyha én kérdeznélek téged, mert így zavarabba vagyok. Igen. Tetszik neked ez? Nincs valami közelebbi célod hozzá? Nem fűsz hozzá valami? Nem akarod ezt folytatni? Hát folytatni. Úgy folytatni, hogy kijártam a 8-at, és akkor utána még úgy együtt az osztály visszajönne, és akkor ugyanezt folytatnánk.
Képes lennél arra, annak ellenére, hogy te bejárós vagy, hogy ha rajtad múlna ez az egész, hogy visszagyere, és akkor az egész osztály együtt marad még egy pár évig az iskolában, mint például egy kollégium. Hát ez akkor is úgy lenne, hogy délelőtt mindenki más iskolába járna, nem? Hát én is más iskolába járnék, bejönnék mondjuk délutánra tanulni, de utána nem hiszem, hogy itt kibírnám, hogy itt kéne lakni, szóval nem itt, hanem ott benne az iskolába. És tovább tanulni hova akarsz menni? Gimnáziumba. Kihúzható íróasztal, tehát erre rá lehet tenni minden. Itt is egy ilyen polc, kihúzható ágyamutató. Itt is. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des österreichischen Bundesverbandes für Schulspiel, Jugendspiel und Amateurtheater hier eure Produktionen zu zeigen, miteinander zu spielen, miteinander auch ein frohes Fest zu feiern und vielleicht doch gewisse Anregungen mitzunehmen. Ein gutes Gelingen. Olvassák könyv nélkül, ezen volt szava.
Ti voltatok Szentpöltenben, a Jóka ördögében. Te milyen szerepet kaptál? Én a nép egyike voltam, narrátor, és az első királylány voltam, aki belebújt először az ördög, és végül is a Jóka feleségül vett. Biztos jól éreztétek magatokat. Milyen volt a hangulat? Hú, először nagyon feszült volt. Nagyon féltünk, mert nem tudtuk, hogy milyen közönség lesz, mennyi, milyenek. De a főpróba nagyon rossz volt, de utána már, amikor láttuk, hogy a közönségnek az előadáson tetszik, amit csinálok, akkor felengedtünk, és tehát sokkal jobbakat nyújtottunk, mint eddig bármikor. És utána, amikor már végeztünk, és láttuk, hogy sikerült, meg minden, jók voltunk, utána meg egész vidám volt már a hangulat. Állomás különböző erdei állatok. Szóval ezt te tudod a legjobb. Ja. Tanúzva kell megközelíteni. Hú, meg ilyesmi. Én lesz az a bagoly. Ki lesz a bagoly? Én bagoly. Te tudsz valami más hangot? Ne, én leszek a maki. Én ma. De ne azt mondd, hogy... Ez nincs ma. Szép esélyt kívánok! Kár! Az Ánkai műsorokat téged nem sokszor láttalak rajta. Miért? Hát mert én nem szeretem ezeket a színészi munkákat, inkább a kamera mögött szeretek állni, mint operatőr, és őket filmezni szeretem. Komoly céljaid vannak ebben a jövőben? Igen, szeretném kamatoztatni azt, amit a Zánkán a 4 év alatt elsajátítottam, illetve az iskolában, és gimnáziumban szeretnék tovább tanulni, és utána elhelyezkedni. Mi a véleményed az osztályról? Hát azt hiszem, hogy nagyon jó osztályba kerültem. Az osztálytársaim is rendesek, összetartunk jobban, rosszban. Ni. Hol kell kiszállni? Itt majd ki kell ugrani. Majd ugrunk, ugye? Ne szórakozz már! Gyere, gyorsan! Napjában, amikor elkezdtük, akkor nem nagy tervezés volt a háttérben, de amikor kialakult, hogy mindenki szívesen csinálja és tudja csinálni, azután végül is úgy nézett ki, hogy ehhez kedve is, meg tehetsége is van mindenkinek. Azután jött a tervezés és a tudatos munka. A videózás terén elkezdtük az alapoktól venni végig azokat a műveleteket, amik feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy videózni tudjatok, és ugyanez pedig a színházban, mikor már kiderült a videózás közben, hogy ki az, akinek színészi vénája van, és ilyesmi tevékenységet szeretne folytatni. És hát 10 gyerek ki is tartott a próbák során a munka mellett, és hát ők 10 voltak, akik kikerültek Szentpöltenbe, és akikkel idén is folytatjuk a munkát.
A többiek persze videóznak, és ugyanúgy sportolnak, trombitálnak, mindenféle más tevékenységet folytatnak. Van, aki karatézik, van, aki boxol, van, aki bodybuildingezik.
Nem jó fürdeni benne. Nem nemesi szap. Nem igaz! Ne tessünk már! Tessünk már, farulunk a rampére! Húzzátok, hogy egyik költök az egyiket, a másikban a másikat. Ketten üljetek oda, aztán mindegyik költök egyet húzzon. Mindegyik költök, üljetek ketten oda, aztán mindegyik költök egyet húzzon. Hát, de ezt nem lehet. Nem ár, aki! Aki, ne tessünk ma! Nem ár, te ne hagyd engem itt a sónakot fölbúni. És akart már be azt a szart. Jó, fia, hogyha vásárolok, hogy valamit, akkor beszállok pénzre. Mit készítsek a gyerekeknek? Nem sok idő.
gyere ide, nem baj. Már mondtam, Ildikónak is mondtam már, hogy gyönyörű, ugye? Meg is látsz kérdét. Én ezt a papikát megettem. Megsértődött, mert azt mondtam neki, hogy gyönyörű. Mitől csodálatos. Mondom neki, hogy gyönyörű, már tetszik neked, mi? Nem, most is mondta, és úgy megsértettem. Jó, hát olyan szép az ügyapam, akkor én mi vagyok. Én most is úgynak mondtam. Ez az Edith mindenkinek szerelmet van. Nem voltam neki szerelmes, mert az egyetlen, hogy az egyetlen, akinek nem. Mely szép, hogy Edám kis köcsög lesz, így szerelem. A vágtam ülomára. Az ilyen köszönjük. Tessék, csokom? Nem, nem. Magyarország? Jó, volt, Kálmán. Nem tudom. A Gyulafehérváron építették, Gyulafehérváron akkoriban a központja a református egyházkerületnek. 1802-ben megint leégett a templom. Ekkor a Rákóczi barang teljesen megsüppett, megrepett. És ezért újra öntésre volt szükség, és akkor a Rákóczi család szintén ez a második Rákóczi György, az első Rákóczi Györgynek a utódja segítségével újra építették a templomnak a tornyát. Gyertek már csak ma! Remélj végig, mert rámesélek! Csak lassan megy a Eine allgemeine Rauferei entsteht, der Richter soll dann die Ruhe wiederherstellen. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung.
hogy férfi legyen, méltó e tüvőhöz, lőn a végi hatalmak irántas hajlandóságából a széles tenyerű feje nagy, a helységi kovács, vagy mint őt a rúzsképzele tünét, költőileg elnevezés. A helység kalapácsa! Ti! Ti előszélekkel bírván meg nem szebbetek a harci morajtól! Hajátoztam a hat. De ti! Ti kezdtile keményen dolgoknál lesz alsó részébe hanyatni. Ó, ti kérdjétek be a hat! Most megérkeztetek a rossz oltárához. Megtapasztalhatjátok mindazt, ami rossz, csúnya és bűnös, és elutasíthatjátok magatoktól, hogy a jó oltárához érve megtisztuljatok a rossztól, és átessetek minden rosszon, minden kellemetlen élményen, ami az erdőben érhet titeket. Akkor nézzük, hogy miről is van szó. Cigi! Fia! Technózene! Ez a három út kellene! Menjünk kirándulni! Cigi, gyertek, gyújtsatok rá! Fia! Virág! Nem kell! Nem kell! Nem kell! Nem kell! Nem kell! A drámapedagógia az nem más, mint nevelés, a dráma sajátos eszköz és módszertanával. Ez azt jelenti, hogy a drámában ugye nem csak ismereteket szerzünk, hanem átéljük és megtapasztaljuk azokat a dolgokat, amiket különben az életben, éles helyzetben már a saját bőrünk kockázatára tudnánk csak megtenni. A környezeti neveléshez igazán illik ez, hiszen a környezetünkkel nem nagyon játszadozhatunk, nem történhet meg az, hogy kipróbálok valamit, és aztán vagy jól sül el, vagy nem. A környezeti nevelésben pontosan a játékos és a szituatíva, mintha helyzetek azok, amik lehetővé teszik, hogy az átélés és a tapasztalás a gyakorlatban már úgy tudjon érvényesülni, ami ezeknek a hasznosításával történik. A nagyobbaknál például egy misztérium keretében, például az erdő vagy a hegy szellemének a megjelenítésével lehet olyan különleges, varázslatos dolgokat megsejtetni, ami nem csupán az ismeret, hanem az átlényegülés, a természettel való azonosulás és a természeti népekhez való kötődés egy ilyen archetipikus vonása tud felhőre bukkanni. Vándor, ki elhaladt mellettem, ne emelj rám kezet. Én vagyok tűzhelyed melege hideg téli éjszakákon. Én vagyok tornácod barátságot fedele, melynek árnyékába menekülsz a tűző nap elől, és gyümölcsöm oltja szomjadat. Én vagyok a gerend, amely házadat tartja, asztalod lapja, az ágy, amelyben fekszel, a deszka, amelyből csónakodat építed. Én vagyok házad ajtaja, bölcsőd fája, koporsód fedele. Vándor, ki elmégy mellettem, hallgasd a kérésem, ne bánts! Szerencsére az eszközigénye igen kevés, mondhatni minimális, leszűkíthető csak az éppen rendelkezésre álló eszközökre. Ez a drámatanár találékonyságán múlik. Valójában itt az ember és ember közötti kapcsolata a lényeg, az élmény, a találkozás és az együttlét. Ehhez pedig nagyon sok külsődleges eszközre nincs szükség. Keresetek olyan helyeket itt a környéken, táboron belül, vagy kicsit a ház körül, amiket meg kell mutatni másnak, mert olyan szép. Jó? És akkor ne csak egy ilyen állókép legyen, mint a fénykép, hanem úgy, mint a filmen, egy snip legyen. Jó? Tehát egy indul valahonnan, és akkor azt mondod, hogy ez így, nagyon szép. És akkor így tudsz közelíteni, meg távolítani is.
A kezek között nézel, Ádám. Úgy. A kezek, úgy, ott. Ez jó van. Hogy építhető be ez mégis a tantervbe? Jók a témahetek e célra, vagy bármikor spontán előjöhet a tanár egy ilyen ötlettel, amikor látja, hogy az osztálya nagyon fáradt, viszont az anyaggal tovább kell menni? Igen, természetesen, hát ez a drámapedagógia szakterületéhez kapcsolódik egy kicsit, az úgynevezett A-típusú drámajátékokat, amik rövid, kerek, lezárt helyzetjátékok, vagy egy adott szituáció gyors megjelenítése. Ezek eljátszhatók röviden, tömören, abban a pillanatban, amikor úgy érzi, hogy fel kell dobni az órát. És hát, hogyha még természetesen erre olyan lehetőség adódik, hogy egy hetet komponáljon az ember köré, az természetesen az igazi, az a csúcsa mondhatni az egésznek, amikor egy vagy két hetet úgy tud megkomponálni a drámatanár, hogy az elejétől végig egy rendszeres játéksorozat, hiszen a drámapedagógiának a lényege, hogy nem csupán önmagáért játsszuk a játékot, hanem a játékokat egy bizonyos cél érdekében sorakoztatjuk egymás után. Nem öncélúan történnek a játékok csak a játék öröméért, ez nagyon fontos eleme, de az egész attól lesz drámapedagógiai, hogy a láncolat, a rendszer megvan benne. Tehát az érzékelő játékoktól eljutunk a memória, a fantázia, újrateremtés játékain keresztül az alkotás, az önálló megjelenítés és kifejezésig. Pontosan azért, mert nem a megismerésre helyezi a hangsúlyt, hanem az emócióra, az átélésre, a megélésre és a közvetlen tapasztalásra. Ezért szerintem sokkal hatékonyabb, mint a sima ismeretközlés, mérés, számolás és szomorkodás az adatok fölött. Ez jellemzi általában sok helyütt a környezeti neveléssel foglalkozó részt, hiszen valóban ezek ott vannak az életünkben. Tényleg lehet mérni, tényleg lehet számolni, és tényleg lehet szomorkodni a dolgok fölött, de ez nem hiszem, hogy olyan erőt és olyan emóciót tud adni a gyerekeknek, hogy eztán a környezethez pozitívan álljanak és pozitívan viszonyuljanak hozzá. Sokkal aktívabbá teszi az őket, hogyha egy pozitív érzelmen keresztül jutnak el a tapasztalásokon keresztül a környezettel való helyes együttéléshez. Szóval az előbb Pap Zoltán azt mondta, hogy nagyon hasznos, de én tanúsíthatom, hogy nem csak hasznos, hanem a gyerekek nagyon élvezik ezt a fajta drámapedagógiai. Most egy különbséget csinálok, Kálmán, azért, hogy úgy kezdődjön, hogy... De Pisti, ne húzzál meg! Pisti, meg mindig olyan, mint volt, gyere! Úgy is rajta leszel előbb-utóbb! Inkább ez... Nem, ő csak sör, gyere már, Rodrigo! És nagyon nagy szerencsém volt, hogy egy maszkmestertől egy mellé fel... Hát tulajdonképpen felvett, mint alapuló szivacsokat mosni egy ilyen kis segédkép, de már az első filmben csúran cseppent egy pár nagyon-nagyon szuper munka. Úgyhogy azóta, hát meg volt velem elégedve, és azóta tulajdonképpen másfél éve vele dolgozom, a maszkmestervölgyel, és több földi filmet forgattunk. Hát úgy tűnik, hogy a sorstalanságot is vele fogom sminkelni. És aztán onnan SOS-be átjelentkeztem a Bród Imre gimnáziumba, ami nem a legnevesebb iskolák közé tartozik, de legalább gimnázium. És azt el is végeztem a művészeti osztályában. Ott mindenféle művészeti ággal próbálkoztam, ugyanúgy tanultam éneket, meg rajzot, meg agyagoztunk, meg mindenféle ilyen dolgokba kipróbálhattam magam, tehát legalább ennyiből jó volt, tovább csináltam a drámapedagógiát, a színészkedést, a videózást. És aztán hát akkor, amikor azt kijártam, na ott csöppentem igazán bele az igazi, és ott dolgoztam 3 évig, időközben pedig elkezdtem az ELTE-n a földrajz szakot, a Hideg Édikónak a javallatára, és aztán időközben munkahelyet változtattam, most per pillanat a QB-at, az biztosítónál dolgozok, mint logisztikus, ami raktárost jelent, és egyben ilyen lótifutit. Van céges autó a fenekem alatt, meg mindenféle irodám, meg stb., de azért ugyanakkor
bizonyos téren alantas munkát végzek, de tipikus diák melónak tekintendő, nagyon kényelmes. Néha hajtás van, de ugyanakkor mellette a munkatársaim és a főnököm is van annyira rugalmas, hogy tudom végezni az iskolát. Miután kiálltam a sulit, elmentem a Vásárhelyibe, egy külkereskedelmi szakközépiskola, ott érettségiztem. Utána mindenféle ilyen kis ilyen munkákat végeztem, különben egy évig. És ilyen mellett elkezdtem suliba járni. Ja nem, az még előtte volt, bocsánat. Elkezdtem járni egy suliba, egy külker üzletkötő suliba, utána dolgoztam egy évet itt-ott. Aztán utána gondoltam, hogy most már ideje talán a szakmámban valami munkát keresem. És így kerültem az Alitaliához, mint könyvelő. Utána, mert itt másfél éve dolgoztam körbelül ott. Utána kimentem az Egyesült Államokba, ez volt 2000 elején. Akkor édesapám meghalt, hazajöttem. Itthon töltöttem egy nyarat. Utána visszamentem, kinyeltem 2,5 évig. Mindenféle babysitter voltam kintfél. Jöttem, mentem New York, Florida és Georgia között. És egy fél éve jöttem haza. Ja, elkezdtem egy főiskolát, és azt abba hagytam a munka mellett, azt abba hagytam, amikor kimentem. És mivel 2,5 évet töltöttem kint, ezért már halasztásban nem lehetett beszámítani, ezért most felvételizek újra. Ennyi, és hazajöttem, elkezdtem megint az Alitaliánál dolgozni, csak egy másik osztályon. És én könyvelés ellenőrzéssel foglalkozom, ilyesmi. Ennyi. Tervek, stb. Mondani, fősulira jelentkezek most, szeretnék elmenni egy PR tanfolyamra talán szeptembertől. Le kéne nyelvvizsgáznom, de azért szerintem előtte le kéne húznom egy 3 hónapos nyelvtanfolyamot, mivel az amerikai meg a brit angol között van némi különbség. Család az nincs. Hát nem tudom, hogy ilyen közeljövőben szerintem nem. Van egy srác, akivel én nagyon jól meg vagyunk, de nagyon friss a kapcsolat, szóval én nem tudok ez irányba. Neki, hogy mindannyian boldogultok és céljaitok vannak, és megálltátok a helyeteket, és én úgy gondolom, hogy mindannyiunkban ez a 4 év ez maradandó. Ti most végeztetek 20 évet? Igen. A 20 éves osztály 1/5-e. Balra, jobbra, hogy Cimbulta István. Balázs, Pándi Balázs, Brányi Gábor és Abonyi Ancsi. Hozzád negyedikbe jártak, igaz? Hát én még nem, mert ahhoz három lovas vizsgát kell, és mind a három... Egyszerre három lovon elég nehéz. Nem, három darab lovas vizsgával kell rendelkezni, tehát az első ugye, vagy egyáltalán... Ez egy ilyen ez az általános rendőrség, nem a, mit tudom én, a parlamenti, vagy a milyen... Hát ez egy kicsit... Milyen rendőrség, vagy ez nem az... Ja, ez a kiszelíti. Kiszelíti. Tehát az ORFK-s azon belül a kiszelíti. Kiszelíti rendőrségen belül a lovasság. Igen. És akkor te osztalatsz majd... A KSZ-nál különleges. Szolgálatok. És akkor ilyen felvonuláskor, vagy diszkolkalomban, ahol használják? Ott van a stadion mellett, a Kerepesi úton? A kényszerületi rendőrség az a Kerepesi úton van, de a lovasok azok a mostaniban vannak, ott a régi égető mellett, ott a keleti pályadvarnál. Van olyan, hogy Már 5 éve nem fejlesztettem gépet, nem csak azt hittem, hogy még ez belőle is van. És
Most benne vagyok, hogy még érdekelne érzem, hogy a híreket miatottak a fejlesztésen, de effektíven a modellban is. Nem, eddig se abból kereskedtem, csak eddig ugye mint olyan évente, két évente lecseréltem egy egész gépet. Egy ilyen ifi tábort is lehet. Hangulatos. Figyelj, itt senki nem látja itt. És akkor szépen izért ilyen csatornázás neki. És akkor ellenáll, és akkor lenne pénz az iskolában. Menedzselnéd az iskolában. Nem, most azok úgyse tudják, hogy bár lehet, hogy jobban tudják vinni. Be lehet menni, igen, igen. És akkor lenne belőle finom kis izékepeit. Adjál még itt ötleteket, ha valaki hallja, tényleg rossz. Hóba elmegyek futni, de van egy ilyen alkalmazás, ami egyre futott, másra ami a, ugye az 5 km, 10 km ilyenre készült, igen, és úgy van, hogy 5 hónap alatt fölkészít téged arra, hogy 5 km-re felkészítsd. Igen, de mindig kérik több, tehát utána van 2 perc, 2 perc futás, 1 perc sétál. Főleg csontjaim. A második évesig eljutottam a harmadik. Én most oltjákot szedtem le az endomondót. De van maraton. Igen, de... Még ide járok? Jó van. De nem voltál benned, igen? Öreg diák. Tetszik mindenkit ismerni? Nem. Tessék szólni, és hogy van a buszkálmán. Jó, hát... Nem sokat változott, de Isten bizony. Igen, abszolút, bőzögünk sem. Jézus Mária, jól lepőtt. Jézus Mária, meg ki kezdett a vélemény. Jézus Mária. Molnár Enikő. Kubi Daferi. Kis Tomi. Lucsános fél. Szerint most lemaradtam. Kis Tamás, Brányi Gábor. De Tamás, ő alsó volt. Almai Tamás. Igen. Pap Zoli. Szőlősi Zsolti. Oké. Igen, aki bejárt, akkor nem gond. Hát, kis rengeteget változtál. Igen. Rengeteget. Életben. Egy szemüvege volt még a Pistinek, mi a gyerek. Kis aranyoska volt, nagyon. Észak a császár. Tessék velünk! Köszi! Aztán mindegyek leszakad, akkor cseszhetem. De hogy? Na, fiam, bármilyen, mikorra menjek? Jó, remek. Hát persze, nem mondom, hogy mondom, hogy jön, csak hát annyi problémája van mindenkinek, hogy... Nem lehetek? De ilyen terüdom volt, ment a jól lehet. Igen, igen, igen. Hát mi volt azt, hogy a Laci bácsi, hogy 6 óra kerüljük mi? Mindjárt indultam. Hol 30-adok előbb, mert ma lett volna. De ismerem, hogy előre kell. Azért, hogy visszapakoltam. Hát, hogy elutazik, akkor elutazik a nagyföldöknek.
Mondom, összepakoltam. Igen. Hát nem vagyok mit. Tényleg, igazad van. Na, Nekem pattársam volt a Madács gimiben, és azért elmondtam neki, igen, azért tudtam elhívni, normális színész nem jött volna ide. És aztán úgy is lett, igen, sorsanságot végig csináltad. Ez egy kemény meló volt, nagyon durva ezek voltak. Vizet simoljál, buborékos vizet. Nem hozzá palmalék, vagy tulikos? Nem, mert rosszul, egészen beteg vagyok, köszönöm. Jaj, nagyon szépen köszönöm, Jó, jó. De kívül.
Én vagyok a legszebb. De mit tette látni? Látszik mindenki. Így jó. Picit le. Még egy picit le. Van még kettő. A faj politája lehet. Sír. Folyik az orrom. Bocsánat, de meg. Ez úgy jó, szóval oszlik a tömeg. Arra emlékeztek, Jari? Elég Hey,